Köszöntök mindenkit ezen a szépséges tavaszi napon. Amint már a címből is láttattátok, ma egy kastélyról lesz szó, ami egyben az épületek a világ körül nevű sorozatomnak az első része. Jó szórakozást kívánok! A Németország déli részén található Neuschweistein kastélyt második Lajos, Bajor király számára építették, akinek ezzel egy gyerekkori álma valóra. A közeli, 45 méter magas vízes és lévő Mária hídról nézve a kastély teljes pompájában látható. A neoromán stílus rezidencia 1869 és 1886 között épült. A különféle építészeti stílusokat ötöző várkastély főkapujához meredek, szűk út vezet, a külső falak tornyaiba csiga lépcsőkön lehet feljutni. A kastély része többek között egy kapuház, egy az előkelő hölgyek részére épített lakórész, a királyi lakhelye, egy négyzetlapú torony, és a nyugati végén két a szegélyezett palász, a fellegvár. A kastélyban található még egy barlangszerűen kialakított szoba, a grottó. A fellegvárban van a trónterem, lajos lakrésze és az énekesek terme. Az egyik legpompázatosabb helység a gótikus stílusú királyi hádóterem. A nagyszerű freskókkal, festményekkel, mozaikokkal, faragványokkal dísztett szobán mesteremberek és művészek tucatjai, tucatjai dolgoztak csak az ágy elkészítése két évig tartott. Az ötemeletes palotában 360 szoba található, amiből mindössze 14 készült el Lajos halála előtt kastély látogatásához a parkoló közelében lévő jegyirodában van lehetőség a belépő jegyek megvásárlására. Mivel a látogatás kizárólag csoportosan lehetséges, itt kell eldöntenünk, hogy mely csoportba kérjük a jegyet. Az idegenvezetés ma már magyar nyelven is elérhető. A csoportok indulás időpontja rendkívül pontos, ezért azt mindenképpen tartani kell, mert aki lemarad, az már nem tud bejutni és a jegyárát nem térítik vissza. A jegyirodából gyalog, vagy lovaskocsival tudunk eljutni a kastély bejáratához, ami 30-40 perc. Ezután a kastélyon belül több mint 160 lépcsőn való feljutással kell még számolnunk. Igaz, a fényképezés és a videófelvitel készítése nem engedélyezett a kastélyon belül, mégis ez Németország legtöbbet fényképezett épülete, valamint egyike az ország leglátogattabb leglátogatottabb turista célpontjainak, hiszen évente kb. másfél millió ember keresi fel a kastélyt. Weinstein 2007-ben döntős volt a világhét új csodája választáson.